Magyarországon viszonylag kevés adat van arról, hogy milyen arányban kerülnek be drogfogyasztók és drogfüggők a büntetés végrehajtási intézetekbe. A legérintettebb a 20 és 40 év közötti korosztály, mondta Fiát Titanilla klinikai szakpszichológus, aki szerhasználat és börtön címmel tartott előadásában többek között a drogérintett fogvatartottaknak szóló terápiás lehetőségekről, a börtönben zajló drogfogyasztásról és okairól és külföldi tapasztalatairól számolt be. A börtön legkedveltebb szere egy nyugtató hatású gyógyszer, amit be tudnak vitetni magukhoz a rabok. Hogy miért használnak a fogvatartottak drogot, annak többféle oka is van. Egyrészt feszültségoldás miatt, másrészt a bent töltött időt teszik elviselhetőbbé, de pénzszerzésre, státusz megszerzésére vagy társas kapcsolatok kialakítására is használhatják. A szakember kitért arra is, hogy sok kábítószerfüggőnek a börtönbüntetés egy lehetőség is. Sokukat épp azért juttatja be a családja, mert a civil életben nem tudták rávenni a kezelésekre. A szakember elmondta, a civil életben is alkalmazott 6 hónapos drogelterelési program a börtönökben is alkalmazható, de emellett más programon is részt vehetnek a fogvatartottak. Egyre inkább jellemző az intézetekben, hogy olyan mérőeszközöket használnak, amivel a szerhasználat kockázatát is fel tudják mérni. Tulajdonképpen most már az elítélt fogvatartottak jó részét kategóriákba sorulunk azzal kapcsolatban is, hogy a szerhasználat szempontjából milyen kockázatú, és a közepes és magas kockázatú fogvatartottaknak felajánlunk egy ilyen 12 alkalmas, leginkább a kognitív pszichológia eredményeire épülő programot. Az előadást az EGRI Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezte. Az volt a célunk, hogy nem csak szakemberek gondolkodjanak azon, hogy hogyan tudunk segíteni a társadalom azon rétegén, akik valamilyen szenvedélybetegséggel küzdenek, hanem mind szélesebb körben akartuk, hogy elérjenek információk a többségi társadalomhoz, és hogy bárki velünk együtt gondolkodhasson. A rendezvény a Függőség 1000 arca címmel indított előadássorozat egyik programja volt.